Itt állunk Füzesabolyban a Teleki Blanka általános iskola udvarán, ahol a harmadik ökotanterem épült fel. Egy olyan közösségi teret és egy olyan inspiratív kültéri tantermet kívánunk létrehozni, ahol a gyerekek környezeti hatásokat testközelből megfigyelve, növényekkel, friss levegőn körbevéve tudnak tanulni. A D.S. Smith jótékonysági alapítványa közel 10 000 fontos anyagi támogatásban részesítette a projektet, és a leglélekemelőbb része az maga a megvalósítási fázis, amikor 40-50 önkéntes munkatársunk vesz részt a munkában. Úgyhogy jöttünk, festettünk, csiszoltunk, mi minden napra be vannak osztva a kolléganők, és jövünk és segítünk. Ennek az a lényege, hogy ez egy kis léptékű, de nagy szabadságot ígérő feladatot hirdet. Volt egy döntés, ami demokratikusan történt. A tanárok is be voltak vonva, a D.S. Smith dolgozók. Az minőségben, meg abban, hogy mi való ide, mi lenne jó nagyon ökopavilonnak és közösségi térnek, ez elég egyértelmű volt, hogy ez a tértisz legyen. Azért, mert volt egy nagyon jó struktúrája, amit kitalált és ami helyre épült, az egészen jó volt. Nagyon szerettünk volna olyat tervezni, aminek nem csak egy funkciója van, és nem korlátozza be a gyerekek gondolkodását arra, hogy ez egy tanterem, hanem hogyha nincs itt tanúra, akkor is a saját világuk szerint ki tudják használni ezt a kis építményt. Úgy építenek, hogy benne van mindenkinek a saját munkája, azt a sajátjának érzi. Mi magunk aktívan közreműködünk ennek a létrehozásában, ez egy óriási dolog. Az lenne jó, ha ez egy mozgalom lenne. Fontos az, hogy jó legyen a kapcsolatunk a várossal, hisz közösen dolgozunk a jövőnkért, hogy vissza tudjunk adni valamit a városnak, amit mi kapunk tőlük. És ugye nagyon fontos az, hogy egy környezettudatos nevelésbe tudjunk segíteni az iskolának. Szerettük volna azt, hogy nem frontális oktatásban részesülnek csak itt a gyerekek, és úgy terveztük, hogy lehessen így körbeülni, meg csoportmunkába is így elvonulni. A tervezés során a fő szempont a természetes anyagok használata volt, így az ökotanterem alapját a fa adja. Ez egy célunk volt az is, hogy mivel gyerekeknek tervezünk, ezért velük tervezünk, és nagyon fontos volt nekünk, hogy őket is bevonjuk, hogy igazából mire is vágynak kicsit az udvaron. Április 1-e fele hallottunk elsőre, amikor meg kellett rajzolni. Máshogy képzeltük el, mert ugye egy gyerekfejjel gondolkodtunk. Ehhez képest nagyobb. Hát az már teljesen biztos, hogy a tanórákra le lesz stoppolva. Már tervezünk egy ilyen táblázatot, ahol beosztjuk, meg be lehet jelentkezni, hogy ki mikor milyen órát szeretne itt kint tartani. Úgy azt megtapasztalni, hogy egy ilyen helyi közösségnek, az iskolának, a D.S. Smithnek ez mennyire fontos. Ezt nem lehet elmondani a hallgatóknak, hogy tényleg itt mi minden szeretetet kaptunk meg, törődést, tehát hogyha ha nincs itt, ezt nem éri meg. Ezeket nem lehet tankönyvbe, benti terembe megtanítani. Hát szerintem szünetekben fogunk kijönni. Így jobb lesz, mert az ügyeletes tanáraknak nem kell mindig kizavarnia minket, mindig kint leszünk. Thank you.